Az első leopárd kutya alom Magyarországon. A fajta eddig csak külföldön volt jelen, de március elejétől már hazánkban is honos. Tulajdonképpen én őt választanám. Neked? Leopárd kiskutyát választ Bolyos Richard, az ország első Catahoula családjából. Régóta szeretne már ilyen fajtát, de eddig csak külföldön született alom. Én mindenképpen szolid színűt, egyszínűt szerettem volna, és hát munkára. Ezt azt majd a lányok tudják, hogy melyik az a kutya itt viselkedés alapján, amelyik majd legjobban megfelel, de már ki van ő választva. Úgyhogy elképzelhető, hogy végül is lesz egy örök barátság kötve. Ez leopárd színváltozatnak, vagy merlének más fajtánál nevezik. Nekik gyakran kék a szemük, amikor kinyílik. A fajta pontos eredete ismeretlen, de valószínű, hogy az indián falvak külvárosaiban élő vörös farkasok és az őslakos amerikai kutyák kereszteződéséből alakult ki. Ezek a kutyák meglehetősen vehemensek és temperamentumosak. Nagyon-nagyon okosak, nagyon értelmesek, és pont ezért, mert gondolkodnak, nehéz őket képezni. Magyarországon először március elején születtek kölykök egy szolíd színű apukától, és a fajtájában is igen ritka dark patchwork anyukától. Rengeteg kiállításon, sporteseményen vettünk részt, ösztönpróbán, hogy tényleg alkalmasak legyenek arra, hogy tovább vigyék ezt a vérvonalat. És most az első alom megszületett, gyönyörűek lettek, jó sokan vannak, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk velük. Piti! Leopárd kutya kölykök legközelebb várhatóan nyár végén születnek majd Magyarországon. A boldog szülők pedig Kimi és Logan lesznek.